Klasszikusokkal indult az év, az újévi gálán ezúttal a Bajai Szimfonikus Zenekar és neves szólisták szórakoztatták a közönséget. Fejlesztések a városban, járdaszakaszok újulhatnak meg a Szent Jánosi városrészben is. Büntetőkkel a végső győzelemért 18. alkalommal szervezték meg az Optimum Solar Offenbacher-Nándor futsal kupát Baján. Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió január 9-i hétfő esti híradója már is kezdődik. A hagyományokhoz híven klasszikus zenével indult a 2023-as esztendő Baján. A hétvégén rendezték meg a Bácskai Kultúrpalotában az újévi gála koncertet, amelynek főszereplői ezúttal Simon Boglárka színművész, Turpinski Gippert Béla operaénekes, valamint a Bajai Szimfonikus Zenekar voltak. A zenészek sokszínű és tartalmas műsorral készültek, amelyben a legismertebb zeneszerzők művei kaptak helyet. Mozart Figaro házassága című operájának nyitányával kezdődött az idei újévi gála koncert. A hagyományos zenei rendezvény főszereplői ezúttal a Bajai Szimfonikus Zenekar művészei voltak. A zenekar olyan műsorral készült, amelyben hazai és nemzetközi zeneszerzők legismertebb műveit gyűjtötték össze. A műsor már a meghirdetésekor akkora érdeklődést váltott ki, hogy szombaton két teltházas koncertet tudhattak maguk mögött a zenészek. A szórakoztató zene királya, a Strauss művek, nekik ők elengedhetetlenek a repertoárba. Nyilván a keringői, a polkái, most játszunk egy picit komolyabb művet is tőlük. Ezek, amik ugye jellemzik az újévi koncertet, ezek nem maradhatnak el. És ezen kívül még játszunk egy-két olyan dolgot, amit szívesen adnánk a közönségnek. A szimfonikus zenekar mellett az S szólistái Simon Boglárka és Turpinski Gippert Béla Puccini áriákkal, Verdi Pezsgő áriájával, a Csárdás királynő egyik duettjével, valamint a Föld alával örvendeztették meg a közönséget. Egy rendkívül jól összeállított műsor az én meglátásom szerint, igen. Mert nagyon sok olyan ária... Zenekari számok és olyan áriák, olyan dalok vannak benne, amiket sokan ismernek, sokan szeretnek, fülbe mászolják, tehát nem egy ilyen leültetős hangulatú, hanem egy abszolút jól építkező hangulatú koncert. És van benne egy meglepetés is, ugye, amit nem nagyon hallhattak a nézők még Magyarországon, úgy másoktól. Ez pedig a Canto della Terra, amit Andrea Bocelli énekelt, vagy Andrea Bocelli tett népszerűvé, illetve Alessandro Safina, Sarah Brightman páros, mert duettbe is énekeltek, és mi ezt a változatot választottuk. Szerintem az első koncerten nagyon jó fogadtatása volt, és nagyon annak ellenére mondom, nem akkora sláger, mint a Time to Say Goodbye, mégis azt hiszem, hogy nagyon nagy sikere volt, úgyhogy egy ilyet mindig ki kell próbálni, meg ezt magunk miatt akartuk, meg a zenekar miatt. A meglepetés sikert aratott, amelyet hatalmas vastaps követett. A vendégeket Nyirati Klára polgármester is köszöntötte, aki beszédében kiemelte, örömteli, hogy a pandémiás időszak miatt kimaradt évek után ismét együtt indíthatják a bajaiak az új évet. Itt vagyunk ismét a hagyományos újévi koncerten, ha nem is a hagyományos helyszínen, talán hagyománybontó helyszínen, de talán nem hagyományteremtő helyszínen, hiszen próbálgatjuk most is, hogy melyik a legalkalmasabb helyszín arra, hogy egy ilyen nagyszabású koncert létrejöhessen. Ez a zenekar, akiket szintén szeretnék köszönteni itt a hátam mögött, hatalmas energiával készült erre a koncertre is, és az, hogy ez a 2,5 év mennyit jelentett gyakorlásban, azt valóban a nyár folyamán láthattuk és élvezhettük már a turisztikai központban, illetve itt ezen a helyszínen. A hagyományokhoz igazodva két felvonás szünetében a közönség tagjait egy-egy pohár pezsgő várta, hogy mindenki kocintással köszönthesse az új évet.
A koncert vidám pillanatokban is bővelkedett, volt olyan darab is, amelyben Pető Attila bemutatta, hogy adott esetben az írógép is lehet hangszer. A műsor végén a közönség hosszú percekig tartó tapsa jutalmazta az előadókat, akik a Mennydörgés és villámlás polka után ezt ráadással hálálták meg. Az újévi gála koncertet nézőink jövő héten teljes egészében megtekinthetik a Bajai Televízió műsorán. Kihirdették a Gergely Alexandra Emlékdíj Alapítvány idei díjazottját. Dr. Gergelyné dr. Tóth Éva közlése szerint a 16. emlékdíjat dr. Fodor Réka, az Afréka Alapítvány megálmodója és megalapítója nyerte el. Dr. Fodor Réka 2015 óta házi orvosként dolgozik Budapesten, címzetes főorvos és 2016-tól a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének akkreditált egyetemi oktatója. Az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus hírnöke. 2020-ban az orvostudomány és a gyógyászat terén végzett munkásságának elismeréseként a Keresztény Kulturális Akadémia Cornelius díját nyerte el. Az általa alapított Afréka Nemzetközi Humanitárius Alapítvány fő célja, hogy az elmaradott országokba, katasztrófa sújtotta területekre egészségügyi missziókat szervezzen. Elsősorban orvosi, de az utóbbi években humanitárius célokat is megvalósítottak, eddig 11 sikeres missziót tudhatnak maguk mögött. További céljuk, hogy a tehetséges, de mély szegénységben élő fiatalok tanítatását segítsék ösztöndíj formájában. Az alapítvány Afrikában 5 iskolát támogat és 144 diák számára folyósít ösztöndíjat, Nigériában pedig egy kórház és egy iskola építésében is közreműködik. Az ünnepélyes és nyilvános díjátadót Budapesten április 16-ára tervezik. A díjjal díszoklevél, bronz emlékplakett és 1 millió forint pénzjutalom jár. Újabb fejlesztések valósulhatnak meg képviselői keretből. László Károly a napokban tette közzé közösségi oldalán megjelent bejegyzésében, miszerint a rendelkezésre álló 5 millió forintos összegből felújítják a Bajcsy-Zsilinszky utca 1-es járda szakaszait, valamint utcanévjelző táblákat helyeznek ki a Szent Jánosi városrészben. A munkálatok a tervek szerint tavasszal kezdődnek meg. Jelenleg csak a járdaszakasz fűvel borított részén lehet biztonságosan közlekedni babakocsival a Bajcsy-Zsilinszky utca Türkilátó felé vezető oldalán. Hamarosan azonban megoldódhat a sokakat érintő probléma. Az önkormányzat által biztosított képviselői keretből ugyanis felújítják a gyalogutak egy részét az utcában. László Károly, a választókerület képviselője elmondta, a helyiek többször is jelezték már, hogy szükség lenne a korszerűsítésekre. Így a rendelkezésre álló 5 millió forintos összeget részben erre fordítják. Itt a hátam mögött látható Bajcsy-Zsilinszky úton lévő járdaszakasz egészen a Duna utcai zebrától idáig a Tűr bejáróig. Itt körülbelül egy ilyen 100 négyzetméternyi járda felület fog megújulni. Itt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy régi probléma. Én magam képviselőként többször is jeleztem önkormányzati ülésen. Bízom benne, hogy hamarosan ezt a problémát is megoldódik, és hát mindenki megelégedésére fog szolgálni. A második felújítás az pedig a mögöttünk látható Sugovica sor és a Kápolna utca közötti járdaszakasz kap úgymond egy újfajta burkolatot. A járda szakaszok állapotán túl az utcatáblák hiánya is bosszúságot okoz a városrészben lakók és az arra közlekedők számára. Így a képviselői keret fennmaradó részéből új információs táblákat szeretnének kihelyezni, tette hozzá László Károly. A fejlesztések hírét a helyiek is örömmel fogadták. Nem árt, mert még sok baja is se tudja, hogy mi az, hogy Szent János. Mert nem is hiszik el sokan, hogy egyáltalán ezt Szent Jánosnak hívják, és van ilyen, hogy Szent János. Sőt, én már vitatkoztam emberekkel, hogy mondom, Szent János a strandon, én fürödtem meg a posztóstrand. Azt mondják, olyan nem volt. Hát dehogy nem, csak ők még akkor nem éltek. Mondjuk Baján egy más városokkal összehasonlítva van egy generál lemaradás, hogy sehol nincsenek utca névtáblák a sarkokon. De ez nem is volt sohasem, tehát ezt tudom. Azt lehetne cserélni, meg hát valóban a tájékoztató táblák mindenhol jók. A képviselő egyeztetett a Városüzemeltetési Irodával, amely jóváhagyta a terveket, így előreláthatólag tavasszal megkezdődhetnek a munkálatok a választókerületben.
Az ünnepek előtt zárult le az akadálymentes turizmus fejlesztése a Baja-Zombor határon átnyúló térségbe című beruházás. A városatyák szerbtestvérvárosunkba látogattak a projektzáró rendezvényre, így a partnerek együtt összegezhették az együttműködés eredményeit. A program fő célja a fogyatékossággal élő személyek turizmusának fejlesztése volt a két település határmenti térségében. 2021-ben kezdődött el a Baja-Zombor Tourism for All névre keresztelt projekt, melynek segítségével a két településen és a köztük elhelyezkedő térségben a fogyatékkal élők turisztikai lehetőségeit fejlesztették. A programot 2022. december 22-én zárták le a résztvevők, ekkor Nyirati Klára polgármester, valamint Szél Péter látogatott el Zomborba. Az önkormányzat projekt részéről az alpolgármester számol be híradónknak. Nem csak a vízitelep felújítása és akadálymentesítése és egy interaktív kiállítással az akadálymentes turizmus bázisaként kiépítése történt meg, hanem emellett elkészült egy olyan koncepció is, ami számba vette azokat a lehetőségeket, amelyek a térségben turisztikai attrakcióként kínálhatóak. Az alpolgármester hozzátette, már keresik az új lehetőségeket, hogy a két település együtt fejlődhessen minden téren tovább. A fogyatékkal élők mellett a másik célcsoport a nyugdíjas korosztályhoz tartozók, valamint a kisgyermekes családok voltak. Az uniós fejlesztése felhasználható forrásoknál már kikötés az, hogy mindenki számára megközelíthetővé tegyék az új desztinációt. Schäfer Andreát, a Bajai Turisztikai Nonprofit Kft. Vezetőjét arról kérdezte stábunk, eddig hogyan állt a város ezen a téren. A Turinform irodában mi is már régóta foglalkoztunk azzal, hogy felderítsük azokat a helyeket, és tudjunk információkat adni telefonálás vagy telefonálóknak arról, hogy melyik kiállítótér, melyik vendéglátóhely, vagy melyik szálláshely az, amelyik teljesen vagy részben akadálymentes. És a pályázatban egy tanulmány is készült, ami segítséget nyújt ehhez, és azt szeretnénk, hogyha ezt tovább folytatnánk. Az ügyvezető hozzátette, egy online térképet szeretnének készíteni, amelynek segítségével könnyebben tájékozódhatnak a szállás és étkezési lehetőségekről a városunkba látogatók. A teljes projekt mintegy 705 ezer eurót ölelt fel, ebből az Európai Unió 600 ezer euróval támogatta az ügyet, a fő kedvezményezett Baja volt. Városunkban például ebből az összegből nyitottak akadálymentesített látogatóközpontot, illetve a kerékpáros pavilon is a támogatás segítségével épült meg a Sugovica partján. Változnak a vásárlási szokások, egyre többen keresik az akciókat, derült ki az egyik legújabb felmérésből. A vásárlók 85%-a szokott élni az akciós lehetőségekkel az egyik hazai biztosító cég reprezentatív kutatása szerint. Az MTI-hez a napokban elküldött közlemény szerint a választadók 58%-a ugyanakkor idén már akciósan sem tervez vásárlást. Több mint a 60%-uk ezt azzal magyarázta, hogy már mindent megvett, amit akart. A kutatásban résztvevők csaknem 74%-a nem viszi vissza a megvásárolt, de nem használt, gyakorlatilag ki sem bontott terméket, mert nincs rá ideje, vagy szerinte úgysem vennék vissza. A közleményben kiemelték azt is, hogy a fogyasztók elkezdtek változtatni vásárlási szokásaikon, inkább az olcsó termékeket választják és jobban figyelnek az akciós termékekre, de még mindig nagyon alacsony a tudatosság ezen a téren. Az enyhe időjárás a méhek életritmusát is befolyásolta. Az elmúlt hét folyamán több helyen is kirepültek a rovarok és virágporral tértek vissza a kaptárakba. A méhészek aggódnak. Számos méhcsaládot fenyegethet pusztulás az enyhe időjárásnak köszönhetően. Virágport visz a kaptárba ez a méh egy bajai méhész udvarában, amely nem lenne szokatlan látvány. Ez a felvétel azonban január 7-én készült, ekkor ugyanis Baján 13-14 fok körül alakult a hőmérséklet, emellett pedig már az év első napján megdőlt a meleg rekord is. Az enyhe időjárás előcsalogatta a méheket is. A méhészek aggódnak az állományok miatt, ugyanis már elindult a fiasítás a kaptárakban, ahol magas, mintegy 35 Celsius fokot kell tartaniuk a beporzó rovaroknak. Ez rendkívül sok energiát igényel, amelyhez nekik élelemre van szükségük.
Minél több táplálékot vesznek fel, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy hűvös idő esetén a bélsarat a kaptáron belül ürítik ki, ez pedig veszélyeztetheti az egész állományt. Nyilatkozta híradónknak Harti Imre, harmadik generációs méhész, akit a kilátásokról is kérdeztünk. Sajnos nagyon nem jók, egyrészt még az elmúlt időszakból átmenőleg, egyrészt az, hogy a nagyon meleg idő, száraz időszak miatt nem tudtak megfelelően felerősödni azok a méhek, amik az áttelő méhek lettek. Tehát félünk attól, hogy most ugye még plusz munkát is kaptak, hogy mire tényleg itt lesz a tavasz, addigra nagyon sokan el fognak hullani belőlük. Harti Imre hozzátette. Pénteken úton az állományához azt vette észre, hogy már látszik a téli csapadék hiány a földeken, amely nem csak az őszi vetésre, hanem más növényekre, így az akácra is hatással lesz majd. Laci János az OMME Bács-Kiskunvár megyei szaktanácsadója a piac helyzetéről úgy nyilatkozott. Bár aggódtak az aszály miatt, a közelmúltban készhez kapott labor eredmények vizsgálatai alapján nem csak mennyiségét, hanem minőségét tekintve is jól alakult a hozam az elképzelésekhez képest. Csak bizonyos fajták tekintetében változott a kereslet, tette hozzá. Az, ami nagyon érdekes, mindazonáltal, hogy az akácméz ugye az, ami vezető mézünk, viszont a piac az egyre inkább elkezdte keresni az egyéb mézeket, legfőképpen a vegyes mézet. Most a vegyes méz forgalom az emelkedett, az akácméz az pedig stagnált. Én úgy gondolom, hogy nem az ár a meghatározó ebben az esetben, bár a vegyes méz az ugye olcsóbb, mint az akácméz, hát meg olcsóbb is volt. Én azt mondom, hogy a fogyasztók azok egyre tudatosabban keresik a mézeket. Laci János arra is kitért, hogy egyre nagyobb teret hódít az üzletekben a kínai méz. A hazai termelők fennmaradásában a lakosság segíthet azzal, ha első kézből és nem a boltok polcairól szerzi be a terméket. Az év első hétvégéjén a teremfocié volt a főszerep Baján. 18. alkalommal rendezték meg ugyanis az Optimum Solar Offenbecher Nándor futsal kupát. Az MNAMK sportcsarnokában két napon keresztül 19 csapat küzdött a végső győzelemért. Nagykorúvá érett a Délvidék legnagyobb teremlabdarúgó tornája. Ugyanis az elmúlt hétvégén már 18. alkalommal rendezték meg az Optimum Solar Offenbecher Nándor futsal kupát. A kétnapos rendezvényen 19 csapat lépett pályára. Megmondom őszintén, amikor pénteken elővettem a szabálykönyvet, hogy egy kicsit átnézem a kupát, hogy mire kell figyeljünk, akkor egy meglepő évszámra lettem figyelmes, hogy 2005. március 18-a szerepelt rajta, ami tényleg azt jelenti, hogy idestól már 18 éve csináljuk ezt a kupát, úgyhogy úgymond nagykorú lett. Én azt mondom, hogy ez a kupa nem lógott ki a többi során, itt is nagyon jó színvonalon volt, újdonság volt, hogy új csapatok is jöttek, méghozzá elég messziről, Békés Csabáról, Szegedről, Soltról, Dunavarsányból és a többi. A bronz mérkőzésen a Békés Csabai All-Star FC magabiztosan verte a korábbi győztest, az MB2-es Tolnamös futszál csapatát. A bajai fiatalokból álló címvédőgárda, a Young Boys az idei évben is a döntőbe küzdötte magát. Igen, a tegnapi napunk kalandosra sikerült sajnos, ugye második helyen jutottunk tovább a csoportból, ezért kellett egy plusz mérkőzést játszanunk, hát elfáradtunk igazából szerintem itt a végére pont amiatt is. Kalandos volt, mert 3-7-es vagy 6-os rúgáson is átmentünk, de hát ez az idegek harca, azt kell mondjam, ilyenkor már. Sajnos most a végén nem úgy jött ki. A kupát végül a Bátaszék és Szekszárd környéki focistákból álló Rico FC emelhette a magasba. Miután a döntőben a 0-0-ás rendes játékidőt követően 6 méteresekkel győzték le a Young Boys alakulatát. Nagyon jó ellenfelünk volt, azt meg kell mondanom. Nagyon szoros volt a meccsünk is, és hát mit kellene erre mondanom, szerintem hoztuk a legjobbat, és győzött a jobb. A futszálkupa eredményhirdetésén a szervezők egyéni különdíjakat is osztottak. A játékosok a szobrok mellé 1 kg kristálycukrot is hazavihettek egy külföldön dolgozó bajainak köszönhetően. A torna legjobb kapusa Vecsei Roland, a legjobb játékosa Horog Ádám, a gólkirálya pedig a Békés Csabai Avramuc Dániel lett.
A legtehetségesebb játékos címét a bajai Béla Máté szerezte meg, míg a torna legjobban védekező játékosának a szintén bajai Baladin Dominikot választották. Főbb híreink jönnek még egyszer, egy-egy mondatban. Klasszikusokkal indult az év, az újévi gálán ezúttal a Bajai Szimfonikus Zenekar és neves szólisták szórakoztatták a közönséget. Fejlesztések a városban, járdaszakaszok újulhatnak meg a Szent Jánosi városrészben is. Büntetőkkel a végső győzelemért 18. alkalommal szervezték meg az Optimum Solar Offenbacher Nándor futsal kupát Baján. A Bajai Televízió híradóját látták, friss összeállítással legközelebb holnap este 6 órakor is én várom Önöket. Addig is köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra! Kedden borult lesz az ég, csak a déli óráktól szakadozhat fel a felhőzet a nyugati megyék fölött. A Dunántúl keleti felén és a Dunától keletre alapvetően esős idő valószínű, további jelentős mennyiséggel. Napközben azonban a csapadékzóna fokozatosan a keleti megyék fölé húzódik, ezzel párhuzamosan pedig délutántól csökken az eső intenzitása, és késő estére jó részt meg is szűnik a csapadék. Az északi szél délután már a keleti megyékben is megerősödik, a Dunántúlon délutánig viharos szélőgésekre is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 4 és 8 fok között valószínű.